Drága barátom, ma egy komoly születésnapot fogunk megünnepelni. Vannak ilyen életre szóló barátságok, ez a miénk. A 70 évek elején, amikor először lejöttél a Bembrock-parti klubunkba, ahol a dzsem játszottunk, és utána éjszakába beledomáltunk a filozófiáról, az életről, a zenéről, a képzőművészetről. Hallgattuk a negyedik generációs Mono de szallagos kópjáját Frank Czappának, King Crimsonnak, Cserotának. Gyönyörű idők voltak ezek bizony, amikor éreztük azt, hogy a szabadság vágy, annyira él bennünk, hogy valamikor el kell hagynunk szeretett hazánkat, mert úgy éreztük, hogy a vasfüggöny mögött se a se, tamas, se, bitty, se tese, nem fogjuk tudni megvalósítani az álmainkat, nem fogjuk tudni élni az álmainkat, nem hanem tulajdonképpen ki akartunk szabadulni abból a kommunista diktatúrából, abból a kultúrpolitikából, és így mentünk együtt át ezen az alagúton ki a szabadságba. Nem volt egy veszélytelen dolog, és sok gyönyörű momentum volt, ameddig ezt el tudtuk dönteni együtt. És aztán persze menekült tábor termet és Védországból, Amerikában az állandóan elkezdődik a klasszik csoportkampányt, én alacával Münchenbe, itt a nagy bohai művé, amikor a Rolling Stones, a Deep Purple, a queen az Elton Johnig, a Tunaszán, hogy mindenki itt volt Münchenben, amikor belekerültünk a Klaszdol Dingeren díleng, keresztül, a, itt a stúdió, gyönyörű világában, és te meg Amerikában ugyanígy, és amikor azt bejöttek az első világsikerek, hát na, na, a Simpson, uh, után Rugrats, Fiumonsus, mert hú, csodálatos dolgok ezek, és azóta is minden évben látjuk egymást Los Angelesbe, amikor uh, én jövök át Európával egyszer-kétszer évenként, uh, zenéket felvenni, vagy a disney dolgozni, vagy valamelyik stúdióba, valamelyik művészet dolgozni, és nagyon jó, amikor dumálgatunk, nád vagyunk, um, amikor gyerekekkel átmentünk, nálatok laktunk, amikor a lányomat felvetted, amikor ott járt színműzeti főiskolára, és időközben mind a ketten néha-néha a szeretett szülővárosunkba, és időközben mind a van egy pesti kulcsa is, úgyhogy most már nem csak Los Angeles, vagy itt nálam a Stambergitónál mentjen mellett, hanem Budapesten is találkozunk. Én csak a legeslegjobbakat kívánom sok-sok évi évtizedes barátság után, hogy maradjon minden, hogy maradj egészséges sokáig, sok évtizedig gazdag is a de világot a te művészeti álmaiddal, vízióiddal, amik mindannyira csodálatosak, és most meg csak egyszerűen boldog születésnapot gratulálok. Csak a legjobbakat, barátom.